A bajnokok ligájában legutóbb az olasz Bressát 10-5-re legyőző fehér sapkás egriek jól kezdték a mérkőzést. Az első negyed után 4-1-re, majd a második játék részben már 6-2-re is vezetett az Eger. Ekkor nem sokan fogadtak volna a Bicskei úszodában arra, hogy a Honvéd nyeri az első összecsapást, pedig ez történt. A harmadik negyed elején 6-3-nál Csuk büntetőt hibázott. Az ellentámadásból Illés lőtt akciógólt, így 7-3 helyett 6-4-re módosult az állás. A következő egri támadásnál szögletet követően Hárai Balázs és Simon Adrián centerbek párharca, Hárai szándékos ütéséért az egri játékos 4 perces cserés kiállításával és az ilyenkor szokásos büntetővel zárult, amit Illés be is lőtt, 6-5-re feljött a Honvéd. A 4 perces emberhátrányban még 2 gólt kapott az Eger, sőt, a negyed végén Fazekas is betalált, így 8-6-os Honvéd vezetésről indult a záró játékrész. Az utolsó negyedben hazai oldalon kimaradtak az emberelőnyök. Összesen 16 percig gólképtelen volt az Eger. 2 perccel a vége előtt Kis Gergely találatánál eldőlt a mérkőzés. Szívós csak szépíteni tudott 11 másodperccel a vége előtt. 9-7-re nyert a Honvéd. Ezzel ők várhatják előnyből az április 22-i második mérkőzést. Ugyanazt tudom sajnos nektek is csak mondani, mint az újságíróknak, hogy lehet, hogy holnap igen, de most jelen pillanatban lefújás után pár perccel én nem tudok mit mondani erre. Tehát gondolataim vannak, de nem tudom szavakba önteni, hogy ami már itt történt, az azt gondolom, hogy ilyen nem fordulhat elő. De ennél többet nem tudok mondani most. A 2 nyert mérkőzésig tartó párharc második találkozója előtt azonban BL meccs jön, méghozzá a csoportot vezető olasz Prorecco ellen. Ez a találkozó Olaszországban szombaton lesz.